teljes tini szekció, ahol minden vagy rózsaszín, vagy ilyen nagyon maszkulin színekben. De főleg a lányoknak, ami iszonyatos mennyiségű ilyen tinizék van. De hogy azt gondolnám, hogy másfél meg lehet, hogy ez sem olyan iszonyatosan jó, hogy lényegében létrehozunk egy ilyen csajos kánont, meg egy fiús kánont, tehát másfél meg pont, hogy erősíti pont a bennünk már meglévő előítéleteket az, hogyha én állandóan a rózsaszínt olvasom, a fiúk meg állandóan a kéket. Ez tulajdonképpen így fel van építve.